Sziasztok! Ebben a videóban folytatjuk a legszebb látnivalók Erdélyben és környékén sorozatunkat. El is érkeztünk a sorozatunk harmadik részéhez. Ezúttal négy csodás látnivalót mutatunk be, méghozzá minden évszaknak megfelelően egyet. Kezdjük is rögtön a tavasszal. Mi jut eszünkbe a tavaszról? Nekem a természet ébredése, az újjászületés, és a sok-sok elkápráztató szépségű tavaszi virág. Ebből már sejthetjük, hogy az első látnivaló virágokkal lesz kapcsolatos. És ez nem más, mint a kalondatetői narcisszmező. Hihetetlenül gyönyörű ez a helyszín, nem hittünk a szemünknek, amikor megláttuk a narcisz rengeteget, ami itt fogadott. Az illatról nem is beszélve. Ennyi narciszt egy helyen még életünkben nem láttunk, nem is egy, hanem több óriási narciszmező fogad a kalondatetőn. Több millió virág hajladozik a réten, melynek nem csak a látványa varázsol el, hanem az illata is. A természet igazi csodájának lehetünk tanúi ezen a különleges helyszínen. Nyáron utazóknak a legendás tordai hasadékot ajánljuk figyelmükbe. A helyszín szépsége mellett nyáron jól esik sétálni fák hűvös árnyéka alatt, a Csobogó patak mellett. A tordai hasadék Erdély egyik legismertebb szurdokvölgye, amelyet évente emberek ezrei keresik fel. Ez nem is csoda, hisz amellett, hogy igazi élmény bejárni azt, látványban sem fogunk csalódni. Orbán Balázs, híres székelyföldkutató szavaival élve, e helyen a természet nagyszerűségével a történelem varázsa karöltve jár, hogy a bámulattal kegyelet párosuljon, s nem csak szemünk, de lelkünk is gyönyörrel teljék el. Az ősz csodás színei mindig is elvarázsoltak. A természet tehetséges festő. Ilyenkor a táj gyönyörű ruhába öltözik. A következő látnivaló minden évszakban gyönyörű, de talán ősszel a legpompásabb. Ez a látnivaló nem más, mint a tárnicató vagy víztározó, amelyet Kolozsvártól 30 kilométerre találunk. Maga a tó is csodaszép, de a gyönyörű környék teszi teljessé ezt a helyszínt. A tó körül elterülő erdők ősszel még csodásabbá varázsolják azt. Az ősz minden árnyalatát megtaláljuk itt. Ahhoz, hogy a tavat és a környező erdőket a legszebb oldalról lássuk, fel kell másznunk valamelyik környékbeli kilátópontra. Mi a Hollók kövére mentünk fel, ahonnan szemet kápráztató látványban volt részünk. A tárnicatóról és a Hollók köve kilátópontról készült videónkat a jobb felső sarokban megjelenő linkre kattintva, vagy az előző videók között nézhetitek meg. Ha eljön a hideg tél, az se szabad elvegye a kedvünket a természetbe való kimozdulástól. Igaz, egyre rövidebbek a telek és kevesebb a hó, de ha ügyesek vagyunk,
csak sikerül elcsípni pár igazi téli napot. Ezekre a téli napokra ajánljuk a következő helyszínt, Kisbányahavas környékét, azon belül is a Buszkát csúcsot és sípáját. A sízőknek remek pályák találhatók itt, de aki nem sízik, annak is érdemes ellátogatni ide. A téli táj csodás ezen a vidéken, sétálhatunk egyet a környéken, és megcsodálhatjuk a vastag hóréteg alatt roskadozó fák látványát is. Ha eltávolodunk a sípályáktól, akkor igazán élvezhetjük a téli csendet, és ha megfelelő időben látogatunk ide, igazi mesevilág fogad. Az érintetlen hótakaró, a gyönyörű téli természet látványa, orvossága a léleknek. Így hát kalandra fel, mozduljunk ki, és fedezzük fel Erdély gyönyörű látnivalóit. Még rengeteg csodás és felfedezetlen látnivaló van Erdélyben számunkra is, úgyhogy folytatjuk a kalandozásokat, találkozzunk a következő részben, addig is az előző részeket megtekinthetitek az előző videóink között. Ha tetszenek a videóink, kérlek, lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem vagytok, ezzel támogatva a munkánkat, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, hogy értesítést kapjatok az új videókról. Viszlát, sziasztok!